Az április 26-ai testületi ülés rendhagyó módon a Szent István téri mozi épületében ért véget, ahol a képviselők és a résztvevők megtekinthették a nemrég elkészült hang- és képtechnikát és a kor elvárásainak megfelelő mozi belsőt. Ezzel a kép- és hangtechnikával találkozhatnak a berettyóújfalui mozilátogatók a város napján átadandó Makkálmán filmszínházban. Sok év után tehát újra megnyit a mozi, és nem is akármilyen belsővel várja a filmkedvelőket. A bemutató vetítés mindenkit meggyőzött arról, hogy valóban a kornak megfelelő lett a mozi, mind az épület, mind a most elkészült mozitechnikai eszközök. Amit beinstalláltunk, az egy EOPTA típusú 35 mm-es vetítőgép, ezen kívül egy Dolby analóg és digitál 5.1 csatornás hangrendszer, ami a mai kornak teljesen megfelel. Akár ha új vetítéstechnika kerül előtérbe, akkor digitális vetítőgépet is nyugodtan hozzá lehet csatlakoztatni, és nem kell kidobni semmit a kukába. Ez egy jó minőségű vetítőgépnek felel meg, mai napig gyártják ezt a típust. Mivel technológiai váltás van a vetítés technikában, így azt lehet mondani, hogy sajnos hamarosan nem lesz rájuk szükség. A hangtechnikáról már esett szó, hogy az teljesen korszerű, tehát a későbbi gépekhez is megfelelő. Mennyi munka van ebben? Szóval azért több napja itt dolgoznak, itt dolgoztok. Mi minden kelt ide, azon túl mi most egy igazán erőteljes hangot hallhatunk a nézőtéren. Először is szépen felújították ezt a mozit. Láttam előtt, hogy milyen állapotban volt 5 éve ezelőtt. Ez a felújítás nagyon jól sikerült, egyet felejtette ki, vagy kihagyták, mivel nem volt hozzáértő, hogy mozi technológiailag egyáltalán nem volt megtervezve, nem is volt kiépítve. Így nem volt mozi akusztika sem tervezve, az sem lett kiépítve. Tehát nekünk ezt úgy kell elképzelni, hogy kaptunk egy fehér üres termet, és abból kellett ebből mozi termet varázsolni. Hát ez kemény, mai nappal számolva másfél hetes munka. A bemutató végén pedig egy kivetítőről is láthattunk képeket. Ez a későbbiekben is fog-e működni? Ez már tud működni. Annyira, hogy az európai és a magyar, mondjuk azt, hogy művészfilmeket jobbára a Blu-ray lemezen küldik már a forgalmazók. A nagy közönség számára a város napján, május 23-án adják át az elkészült új mozit, mely ekkor veszi fel az alapító Makkálmán nevét.